A Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda ballagásán a nyolcadikosok osztályfőnökeik vezetésével végigjárták a jól ismert tantermeket, búcsút vettek az intézménytől, majd a múzeumparkban fejet hajtottak a névadó, a jeles néprajztudós Györfi István szobra előtt. A szobornál emlék koszorút helyezett el Rózsa Sándor és Szabó Dorina. A ballagás ünnepség az iskola díszudvarán folytatódott. Az ünnepségen részt vett Szepesi Tibor karcagváros polgármestere, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, az intézmény nyugdíjas igazgatója, Molnár Pál önkormányzati képviselő, az iskola székelnöke, Márkiné Bihar Janita a szülői munkaközösség elnöke is. Az 50 győrfis végzőstől Kislia 4. B-osztályos tanuló szavallattal búcsúzott. Burján Hanna és Márki Flóra 7. A-osztályos tanulók pedig ünnepi beszéddel. A végzősök nevében Ábrahám Lea Borka 8. A-osztályos tanuló köszönt el az iskolától. Mostanában egyre gyakrabban jut eszembe, hogy valószínűleg valami varázslat lehet a dologban. Igen, ez az egyetlen megoldás. Másként, hogy lehetne, hogy 8 hosszú év, számtalan hónap, felfoghatatlanul sok óra, s néhány óraközi szünet egy szempillantás alatt véget ért. Az élmények egyetlen perc is sűrűsödtek. Furcsa, de mindenképp érdekes, hosszú és mégis rövid percé. A hétfő reggelek álmos hangulatától, a pénteki napok véget nem érni akaró hosszú óráin keresztül az otthon töltött nyári estékig. Kellemes, és olykor kellemetlen emlékek, színek, szagok, ízek, arcok, emberek. Emberek, akiknek hálával, köszönettel tartozunk. Apák, anyák, nagyszülők, testvérek, barátok, és végül, de nem utolsó sorban, tanárok. Mindenkinek, aki valamit adott, aki azért dolgozott, izgult, aggódott, bosszankodott, hogy emberekké válhassunk. Olyanná, aki érdemes arra, hogy bosszankodjanak rajta, hogy aggódjanak érte, és hogy szeressék. Kedves osztályfőnökeink, tanáraink, köszönettel tartozunk Önöknek. Köszönjük a törődést, a türelmet, a szeretetet, azt, hogy sok mindenre megtanítottak bennünket. Szemet hunytak kisebb csintevéseink fölött. Bocsássák meg nyögdécselő feleleteinket, olykor erősen hiányos dolgozatainkat. Mi voltunk a hibásak? Nem készültünk, nem vettük komolyan a feladatunkat. A magam részéről is elmondhatom, néha tehettem volna többet. Hálásan köszönjük az emberséget, a megértő türelmet. Ígérjük, hogy az itt rohott útravalót a legjobb képességeink szerint kamatoztatni fogjuk. Kovács Miklósné igazgatónő az alábbi gondolatokkal bocsájtotta útra a nyolcadikosokat. Lezárul az alapokat adó 8 esztendő, vele az igazi gyermekkorotok is. Nem egyik napról a másikra szembesültetek ezzel, kedves ballagók, hiszen a 8. osztályos tanév egyre nagyobb hangsúllyal jelezte számotokra. Napról napra, hétről hétre hozzászoktatok a gondolathoz, hogy a jövőtöket meghatározó útszakasz vége egyre gyorsabban közeledik. Ti egy különleges évfolyama lesztek örökre ennek az iskolának, hiszen ti vagytok az elsők, akik 8 éven át katolikus, keresztény szellemiségű általános iskolai nevelésben, oktatásban részesültetek. Az elmúlt napok az emlékezésről és a búcsúzásról szóltak. Kedden a kisiskolában Editke néni és Pötyike néni, az elsős tanítónénik fogadtak benneteket, mint annak idején 2015. szeptember 1-én, amikor kicsit megszeppenve, de tudás utáni vággyal léptétek át iskolán kapuját. Csinátné Évike néni idézte fel kisiskolás korotokat. Kis Szilvike, Nagy Kittike, Balog Dorka és Kis Marcell, első osztályos tanulók,
verssel köszöntek el tőletek. Nevetekben Varga Dominik köszönte meg az itt töltött idő alatti törődést. Ha tanulás közben elbizonytalanodtatok, mindig volt valaki, aki kézen fogott és biztatott benneteket. Ne add fel, ügyes vagy, megy ez neked. És ez így volt 8 éven át. Minden veletek foglalkozó pedagógus, hitoktató, kiki a maga területén szívvel, lélekkel segített nektek a tudás megszerzésének útján. A kisiskolában a szeretet, a tudás és a barátság fáján emlékszalag őrzi az utókor számára, hogy ti egykor kisgyörfisek voltatok, melyet Régelyvári Áron és Szabó Dorina tanulók helyeztek el. Mondta az igazgatónő, majd felolvasta dr. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő sorait, melyet a nyolcadikosoknak küldött. Az ünnepség elismerések, díjak, kitüntetések átadásával folytatódott. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a tanulmányi munkában és a sportban mutatott szorgalmáért, kitartásáért, küzdeni tudásáért, eredményeiért a Karcagvárosi Jótanuló Jó Sportolója díjat adományozta Nagy Zalán 8. A és Varga Dominik 8. B osztályos tanulóknak. A díjakat Szepesi Tibor polgármester és Kovács Miklósné igazgató adta át. Iskoláért emlékplakettet adott át Molnár Pál, díszokleveleket Kovács Miklósné igazgató, Ábrahám Lea Borka, Budai Szintia Vanessa, Cinka Dominik, Darabos Lehel, Drégeivári Áron László, Karsai Patrik, Rózsa Sándor, Tőkés Zsolt, Lacik Boglárka, Sós Réka részére. Jutalomkönyveket adott át Pánti Ildikó képviselő. Oklevelet Kovács Miklósné igazgató, Duka Vivien Gyöngyvirág, Szecsei Zoltán, Szegedi Viola Éva, Szabó Dorina, Mészáros Nikolett, Kovács Luisa, Fekete Tibor, Gorzás Zsombor részére. A Györfi István Katolikus Általános Iskola Diák Önkormányzata iskoláért vándorkupadíjban részesítette a Diák Önkormányzatban több éven át végzett lelkiismeretes közösségi munkájáért Szabó Erika 8. A osztályos tanulót. A vándorkupát Márkiné Bihar Janita, a szülői munkaközösség elnöke, a díszoklevelet Kovács Miklósné igazgató adta át részére. Dr. Juhász Zsuzsanna és Dr. Farkas Béla által alapított vándorkupát egy évig Kereki Dávid 8. B osztályos tanuló őrizheti. A sportvándorkupát Molnár Pál képviselő, az oklevelet Kovács Miklósné igazgató adta át. A ballagók képviselői az iskola zászlót és kopjafát átadták a hetedikesek képviselőinek, közben a végzősök képviselői az aulában lévő Györfi István szobornál koszorút helyeztek el. A ballagókat több oktatási nevelési intézmény vezetője táviratban köszöntötte. Ezeket Pallagi Bernadett olvasta fel, majd a nyolcadikosok egy közös dallal vettek búcsút tanáraiktól, az iskolától, majd a két osztályfőnök, Pardi Károlyné és Szabó Andrea Éva adott útravaló gondolatokat diákjaiknak, közben léggömb helyett buborékokat engedtek fel egy géppel a levegőbe.